Hogy érzed magad, kapsz már levegőt? Úgy, ahogy, mert tavaly ugye az 500 méter az nem volt azért ennyire megerőltető, mint most. Aha. Ez a 800 vagy 600. Gyakoroltál rá? Hát tegnap volt foci edzésem Veszprémbe, úgyhogy... Tehát focizol is? Igen, focizok. Nagyszerű, nevedet elárulod nekünk? Vadas Máté. Hát gratulálunk, mert szerintem első lettél, vagy második, hogy láttad? Nem tudom, szerintem egyszerre értünk be. Aha, gratulálunk nektek. Köszönöm szépen. Szia, szia, úgy látom már te is kapsz levegőt, rendben van minden, hogy érezted magad? Hát, izgultam nagyon, nekem csak annyi volt a lényeg, hogy a lányok között legyek az első. És hát ez sikerült is. Igen. Mennyit készültél erre a futásra? Hát, nem annyira, mert nem tudtam pontosan, hogy mikor lesz, azért nem nagyon készültem rá. És a táv mennyire volt neked megerőltető? Eléggé. Nagyobb volt ugye, mint tavaly, szóval nehezebb volt, de megcsináltam szerencsére. Van-e valami technika, amivel lehet végigfutni az ilyen távot, hogy először csak futsz, aztán utána a végén az bele a apait, anyait, vagy mi a taktika? Hát nekem nagyon nem volt, csak az, hogy futsak. Sportolsz egyébként? Igen. Mi? Kézilabdázok. Kézilabdázol, nagyon jó. A kézilabdán kívül van-e valami, amiben még jeleskedsz? Hát az atlétika, abba most nyertem országos aranyérmet, három tusa. És hát igazából nem atletizálok, csak mondta a tanár, hogy menjek, és mentem. Gratulálunk neked. Köszönöm szépen. Köszönjük. A nevedet elárulod? Varga Adrián Mercedes. Köszönjük szépen. A hölgyek és urak, először is hadd gratuláljak mindenkinek, hogy sikeresen teljesítette a már tűzött futótávot. Ugye nagy tapsot megérdemel mindenki. És akkor szeretnénk kezdeni az eredményhirdetést a legkisebb korosztállyal, a 17, vagy utána születettekkel. Először is a lányokkal szeretnénk kezdeni. A negyedik helyen végzett Lakatos Nóra. Hatalmas kapcsolat, és Nóra jöjjön ki, kap egy kis ajándékcsomagot. Nóra, gyere Nóra! Kapcsoljuk fel a harmadik helyen végzett Pákózi Abigail, szintén nagy kapcsot szeretnék az Abigailnek. Gratulálunk. Második helyen végzett Faragó Sára. Gyere Sára, te is. És első helyen végzett ebben a korosztályban lányoknál Németh Larina. Hatalmas kapcsolat kérjük! És akkor jönnek a fiatal titánok. És ötödik helyen végzett Kovács Marcell. Marcellt nem látom sajnos. Negyedik helyen végzett Juhász Zoltán. Gratulálunk, Zoltán! Ajándék, ezért szokottál. Harmadik helyezett Lokner Dávid. Gratulálunk, Dávid, nagyon ügyes voltál. Második helyezett Major Bálint. Ügyes voltál, Bálint. És a korosztály győztese Farkas Benjamin. Gratulálunk. Akkor megyünk tovább. Következő korosztály, hölgyek. Első helyezett lett Pesti Dorina. Dorina. Hova lettek a lányok is? Dorina. Átlépünk a fiúkra, mert a lányokat nem látja itt a szervezőség. Azt mondja, hogy első helyen végzett, harmadik helyen végzett Fákózdi Levente. Gratulálunk, Levente! Harmadik.
Igen, kapod egy csomagodat. Köszönjük, hogy jöttél már harmadszor. Gratulálunk még egyszer. Besúltál. Második helyen végzett Major Miklós. Gratulálunk, Miklós. Ne fáradjál. Gratulálunk. Akkor ebben a korosztályban első helyen végzett a fiúknál Váncsa Milán. Gratulálunk! A lányokat továbbra sem látom, a pesti lányokat nem látják, ugye? Jó? Megyünk tovább. A 11-12, illetve 9-10-es korosztály hölgyeinek eredményét szeretném hirdetni. A harmadik helyen végzett Faragó Emma. Gratulálunk, Emma! Gratulálok! Ugyanis voltál! Gratulálunk! Második helyen végzett Buza Mercedes. Gratulálunk! És első helyen végzett Varga Adrián. Nagy tapsot kérünk! És akkor ez a korosztály férfiai következnek. Első, második helyen végzett Váncsa Zalán. Gratulálunk, Zalán! És a korosztály férfi győztese Vadas Máté. Gratulálunk, Máté! És akkor köszönjük szépen! Jövőre újra itt! Csak szeretettel köszöntelek, az idén is lezajlott a hajmafutás. Hogy láttad, hogy sikerült? Az idén is jól sikerült a falunapi gyermekfutóverseny. Kicsit alacsonyabb létszámmal zajlott, mint tavaly, de szerintem a gyerekek most is nagyon élvezték, és mi is nagyon örülünk, hogy itt voltak, és egy ilyen jó programmal kezdhettük a mai napot. Milyen korosztályokat tudtatok indítani? Hát a legtöbben a legfiatalabb korcsoportokban indultak, a 2017-ben és utána születettek. A legidősebb korosztályokban sajnos nem volt indulunk, de reméljük, hogy jövőre majd ők is megtisztelnek minket a jelenlétükkel. Hát bízunk benne, most úgy vettük észre, hogy leginkább akik aktívan sportolnak, azok voltak a vállalkozó szelleműek, úgyhogy biztatunk másokat is, hogy akik nem sportolnak, ők is nyugodtan vegyenek részt. Igen, igen, sok gyermeken látszik, hogy a sport a mindennapi életének része. Köszönjük szépen, hogy beszéltünk, és további sikereket ehhez a kis rendezvény. Köszönjük szépen, további szép napot! Na hát szeretettel üdvözlünk mindenkit itt Hajmáskére, hajrá Hajmáskér, hajrá Hajmanapok. Tavaly is volt szerencsénk egész napot végig konferálni, úgyhogy aki esetleg még minket nem ismerne, kedves feleségem Sárfi Kovács Andrea. És kedves férjem Sárfi Lajos, mi az útirány.hu-tól vagyunk, és az egész nap végigkísérjük az eseményeket, konferálunk. Hát most nincs más hátra, mint előre. Szerintem nyissuk meg ezt a 2023-as hajma napot, úgyhogy felkérem Köbli Miklós polgármester urat, nyissa meg ezt a szép napot. Hát kedves polgármester úr, elérkezett ez a nap is, a 2023-as hajma napokon veszünk éppen részt. Igen, egy évet megint öregettünk, ez azt is jelenthetné. Örülünk neki, hogy az időjárás ilyen kegyes volt hozzánk, a szervezők nagyon jól megszervezték, és egy projektzáró rendezvényel tudjuk párosítani az idei hajma napot. Milyen projektzáró eseménynek lehettünk szemtanúi? Topos pályázatba cselekvő közösségi feladatok ellátására nyert az önkormányzat közel 55 millió forintot. Ennek most a záró szakaszába került. Ez lesz az utolsó projekten belüli hajmanap, illetve egy nagyon jó kis kiadvány került kiosztásra. Természetesen a hajmanap hagyományt ezt folytatni fogjuk a jövőben is. És hát ugyanúgy, mint hagyományos évek során megszokott műsorokkal készültetek,
egy egész éjszakában nyúló műsor palettát prezentáltatok mára is. Igen, hát amennyire az anyagi lehetőségeink biztosítják, így próbáltunk változatos műsort összeállítani, hiszen délőtt a gyerekeknek főzőverseny van, gyerekeknek foglalkozások, délután pedig a helyi csoportoknak és fellépőknek is adtunk lehetőséget, és hát lesznek elő neves előadó művés, mint Sipos F. Tamás például, de úgy gondoljuk, hogy itt az elsődleges cél az, hogy a közösségek, a lakosság jön össze, én úgy gondolom, hogy ez nagyon jól működik. És hát a mai napon is 17 csapat nevezett. Ez azért fémjelez valamit. Hát örülünknek, hogy eljutottunk idáig, hogy ilyen nevesen, vagyis rossz idő sem tántorított vissza bennünket például tavaly, tehát ugyanúgy eljött mindenki, és annak is örülünk, hogy most már nem csak hajmásfélek vannak, hanem környező településről is, tehát Kádártáról, Sojról, Öskről vannak visszajáró főzők. Természetesen mi is megtiszteljük őket azzal, hogy mi is részt veszünk a rendezvényeiken, sőt most Gyulafi Rátott Kádártával közösen születi felvonulást szervezünk. Nagyszerű. Hát én ezekhez a programokhoz és a hajmáskérnek a mindennapi kis életéhez sikereket kívánunk továbbra is. Köszönjük szépen, és szívesen várunk mindenkit. Én kívánok mindenkinek a mai napra jó szórakozást, jó kikapcsolódást. Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, a falunap résztvevőit, és különös köszönet azoknak, akik a Hajmáskéri Emlékkönyv, Szakmák és Mindennapok egykor és ma Hajmáskéren kötet interjú alanyai voltak, és megjelentek a mai eseményen. Maradjon ez tényleg egy öröm, büszkeség arra, hogy ezt a kötetet össze tudtuk hozni, egy kézbe vehető, véleményünk szerint egy tartalmas munka, amelyre büszkék lehetünk, amelyet lapozgathatunk, tovább ajándékozhatunk, és az itt érkezőknek is mesélhetünk. És meséljünk, folyamatosan meséljünk településünkről, és legyünk büszkék rá. Köszönöm szépen, hogy részt vehettem ebben a munkában. Keressük meg a megfelelő embert, akivel egy pár szót tudunk váltani. Ha el tudnád mondani, hogy melyik korszakot foglaljátok össze, illetve milyen földrajzi területről vannak ezek a, van ez a gyűjtemény? A hidegháborús szovjet hagyományőrző egyesület vagyunk, és lényegében a 60-as évektől kezdve van a gyűjteményünknek szép felhozatala. Van itt elsősorban szovjet-afgán háborús kiállításunk, de nagyon sok olyan eleme is van ennek a tárlatnak, ami itt például Hajmáskéren is a laktanyában megtalálható volt. Például itt az zubbonyok, előttünk a sátorlapon, ezek az M69-es típusú zubbonyok. Ez a 69 ugye azt jelenti, hogy 69-ben rendszeresítették. Pontosan. Az egyenruhák előtt láthatunk még apróságokat, ott a ládán, kérem szépen cigaretták, tisztálkodási eszközök, fogkrém, konzervek, étkezési eszközök is vannak. Minden teljesen eredeti, szovjet laktanyában találtuk ezeket, úgyhogy teljes mértékben eredetiek. Középen pedig egy lőszeres ládában található gránát felhozattal, RGD-5-ös, illetve F1-es kézigránátok, mellette rakéták, előtte pedig tárak, különböző tárak. Ne mondjunk el mindent, jöjjenek ide, nézzék meg. Miért tartod fontosnak, hogy ezeket gyűjtsétek, illetve miért gondolod azt, hogy aki itt van, nézze meg, mit kap ettől a kiállítástól? Nos, úgy vélem, itt kivált kép Hajmáskéren ezt igencsak érdemes megtekinteni, ugyanis Hajmáskére egy katonaváros, és itt szép számmal állomásoztak szovjet katonák, akik nem utolsó sorban ezeket az eszközöket használták. És azért is érdemes megtekinteni ezeket, mert a szovjet hadseregben, ezt kevesen tudják, de magyar katonák is szolgáltak szép számmal, ugyebár kárpátaljai magyarokat is besoroztak. Őket nem egy esetben elhozták Magyarországra tolmácsnak, de sajnos az afganisztáni háborút is nagyon sokan megjárták, és számos magyar, kárpátaljai magyar ott vesztette életét Afganisztánban. Úgyhogy igen, mivel Magyarország történetének szerves részét képezte a szovjet hadsereg is, mely csak idéglenesen állomásodott itt, szerintem igen, csak érdemes megtekinteni ezt a kiállítást, hogy a fiatalok is
képbe kerüljenek, hogy mit használtak, esetleg hogyan használták, és mégiscsak, hogy hogyan éltek itt Magyarországon a szovjetek. Itt beszélgettünk előtte pár szót, és körülbelül felmerült a kérdés, hogy ez bemutató, vagy egy kiállítás, és abban maradtunk, ez egy interaktív kiállítás, tehát, hogy meg lehet fogni, pár szót tudtok egy-egy tájról mondani, ez így van, ugye? Persze, ide lehet jönni nyugodtan, és bármit meg lehet kérdezni, kézbe is tudunk adni, szeretettel váljuk a látogatókat. Jó, hát nagyon szépen köszönjük. Mindenkit javasoljuk, hogy nézze meg, kicsit fogja meg ezek a régi dolgokat. Szokták mondani, hogy a színű mindent megszépít. Nem csak urakat várunk, mert én így hölgyként is elég érdekesnek találunk. Igen, régen volt ez a reklám, ugye az OTP reklámja volt, bár nevet nem mondom, de kimondtam, hogy ha valaki azért jön hozzánk, mert van pénze, valaki azért, mert nincs pénze. Itt valaki azért jöjjön, mert volt katona, valaki meg azért, mert nem volt katona, valaki meg azért, mert esetleg azt gondolja, hogy ő belőle jó katona lenne, itt nyilván a fiatalabb korosztályra gondolok, folyamatosan van toborzás egyébként, az folyamatosan kapjuk a híreket, ugye. Úgyhogy mindenkinek tényleg javasoljuk, nézze meg ezt is. És hát a gyerekek is láthatják, itt legalábbis felidézhetik nagypapával együtt, hogy a nagyapjuk, esetleg édesapjuk milyen eszközöket kapott. Igen, azt azért még megkérdezem itt az úrtól, hogyha ha jöhetek, hogy itt azért találkozik olyan eszközökkel is, ami a magyar honvédségbe is rendszerezve volt, ugye? Igen, akad egy pár dolog. Ide jön és megnéz, most ezért nem kellem, ha gondolod, de én látok számomra. Például, amit a fiatalember éppen ott a ládánál emelget, az egy olyan bajonett, amely a magyar néphadseregben is rendszeresítésre került. Mellette pedig egy csajka, amely igazából annyiban tér el a magyartól, hogy más a színe. Jó, tehát lehet nosztalgiázni, lehet tanulni, lehet régi dolgokat megtapasztalni, úgyhogy a ti munkátokhoz gratulálok, és akkor megyünk tovább, és főztök is. És főzünk is, így van, főzünk is. Így van, tehát meg lehet nézni a konkurenciát is. Aki most beleszólt az előbb a mikrofonba, ugyan sokan nem látjátok, mert itt bújdosunk a fák mögött. Seregélyes Andrés volt, aki beleszólt a mikrofonba, tehát itt főznek is, kérem szépen. Úgyhogy finom kis katonai étel. Így van, mert próbáljuk felvenni a versenyt a helyiek főztjével. Hajrá, hajrá, hajrá! Ugyanúgy, mint mindenkinek mellett mi ott állunk, akár zsűriként, akár lelkes szurkolóként, de mindenkinek szurkolók vagyunk ma. Egy nagyon-nagyon finom főzőn. És nem is ez a legfontosabb. Várjunk kicsi feleségem, fontos ez azért is, hogy finomat főzünk, mert kóstolnunk is kell. Tehát tényleg számunkra is fontos, de viccet félretéve igen, mindenkinek szurkolunk. Én személy szerint mindenkinek szurkolok. Hűs! Ide érkeztünk az első sátorhoz, a Szent István Pálinka Lovagrend Sóly képviseletében. Vagytok itt egy páran. Mit főztök? Üdvözöllek! Az első sátor az a 11., mint ahogy mutatja, és máshol sincs sátor, szóval lecsót főzünk mi is, mint a többiek. Szívesen jöttünk át Sólyból, most mint a Pálinka rend képviselői, szívesen várunk bárkit egy kupicca bármilyen pálinkára, vagy 6-8 félét hoztunk, ezeket szívesen kínáljuk, illetve ha kérdések vannak a magával, a pálinka főzéssel, a pálatkészítéssel, akkor azzal is állunk rendelkezésre, felkészült pálinka ézészet bírálóink vannak, most is, én is az vagyok. De most térjük vissza a lecsóra. Gyulai kovásszal felbújtított lecsót fogunk készíteni, és évek óta visszajárunk, pont a Dodi bácsival egyeztettünk itt a halászra, itt főzik mellettünk, hogy voltak olyan szelek, a mostani sportcsarnok, ami most már több 100 millió forintért le lett
hogy mondjam, helyre lett állítva, és a modern kor követelményének megfelel, de előtte ott valami cudar állapotok voltak, és olyan nagy volt a szél, 8-9 éve, hogy oda bementünk, és ott barátkoztunk először össze Dodi bácsiékkal, meg a tőzsgyökeres főzőkkel, akik ma is itt vannak velünk együtt, és tisztelettel köszöntjük egymást. Magyarul már nálunk ez fontos, ez a hagyomány, hogy legyen az, hogy polgármesterként átjönni, vagy egy egyesület, jelen esetben a Szent István Pálinka Lovagrend Show Egyesület nevébe, de az a lényeg, hogy itt legyünk, és egymás településének a falunapi színvonalát emeljük, mert szükséges ez, és példát mutassunk a további nemzedéknek. Hát ezt az Isten tartsa meg a jó szokásotokat továbbra is. Hogyha megkérhetlek, belekavarhatunk-e a kondérba? Megfogom a mikrofon, kavargassál. Kavargassál! Ez azért nagy, nagy jog. Nagy jog és nagy jogosultság, úgyhogy élek vele. Még a gyulai kolbász nincs benne. De hát alapok, hagyományos lecsó, hagyma, elég sok van benne, sima, ez az úgynevezett tévépaprika, piros paprika és paradicsom. Majd ezt követi a tojás, illetve a gyulai kolbász. Ezért lesz hagyományos lecsó gyulai kolbásszal. Hát mi kíváncsian várjuk az idei évben is, mint hát most már 10 év alatt többször vagyunk ételbírák is, úgyhogy pontosan ezért, mert már több főztjeiteket kóstolhattuk, de lecsót azt talán még. Én nem emlékszem, hogy igen, de biztos, hogy volt már rá példa. Én jól emlékszem, hogy nem kóstoltatok, de remélhetőleg újra a vendégeink is lesztek. Ja, most nem jöhettek, mert valami bírák lesztek ti? Így van, mi vagyunk az ételbírák. Miután mindent lebíráltatok, utána jöhettek, de addig nem. És a szlogent, ez nagyon fontos. A pálinka Isten ajándéka. Tehát hívő vagyok, nem függő. Tessék megjegyezni. További szép napot, sziasztok! Nektek is köszönjük szépen! Itt van a versenyen kívüli, esetleg egy halászlére meghívhatom a... Mert hogy szokásos módon halászlevet is készítenek. Igen, itt van, meg lehet nézni. És ez a halászléz milyen recept szerint megy? Ez hajmásköri recept szerint. Ez titok. Ilyen recept, Dodi bácsi féle recept. A Dodi bácsi féle recept. Kicsú bácsi féle recept. És hát itt pedig mi készül? Lecsó. Itt most fogtak hozzá a lecsónak. Most szabadult fel, mert foglalt volt a dolog. És hagyományos lecsó készül, vagy hogyan készítik? Hagyományos falusi lecsó. Kis csirkemája, kis csirkével, csirkecomba. Ezek köret mellé lesznek téve, vagy bele a lecsóba? Bele a lecsóba, amikor már kész, akkor oda, mellé a lecsó mellé. Ezek saját elgondolások szerint van? Igen. Többször összejönnek, és akkor ezt így kitalálják, kísérletezget? Amikor bejön a dolog, akkor azt kell csinálni még egyszer, mert az finom, azt mondták. Hát. És akkor a csapat név, az pedig a Dodi bácsi és csapata? Ahol. Igen. Mi mindig együtt főzünk a Dodival. Szép volt. És mindig nagy sikere is van, hogyha jól tudom. Hát, nyertünk már egy pár díjat. Nyertünk Sólyban, nyertünk Hajmásken, nyertünk Tihanyba, a halászlé főző versenyen. Egy siker van. Hát akkor a mai napra is szurkolunk. Igyekszünk. Köszönöm szépen. Köszönjük. Szerbusztok! Jövünk ide. Ez a hanyas állomás, hanyas számmal. 12-es állomás. És mi a csapatnév? Hajmáskéri önkormányzat. A Hajmáskéri önkormányzat. És akkor gondolom, te vagy a főszakács. Nem. Itt mindenki hozzátette mindenét, minden belevaló, ami kell, az benne van. Meg lehet egy kicsit több is, de nem tudjuk.
előzetesen megbeszéltétek azt, hogy milyen jellegű lecsót főztök? Nekem a nagymamám sváb volt, ő mindig tejfölösen készítette lecsót. Ahogy így utána néztem, ez szerb jellegű ez a lecsó, de ő sváb volt, de a magyarok ugye lecsónak mondják, úgyhogy ilyen kis házias valamit próbálunk eszközölni. És mivel utána néztél, miben különbözik a hagyományos magyar lecsótól? Van benne tejföl. Tehát a tejföl miatt, tehát az eljárás, illetve a folyamat az ugyanaz? Az ugyanaz. Benne van, aminek benne kell lenni, amit bele kell tenni, és ugye annyi, hogy a lecsó kolbász az külön van még rásütve, hogy mindenki, ahogy kívánság szerint, amennyit vesz, annyit far. És hát az önkormányzat csapata minden évben indul most is. Hány főre készültetek? Hogy tudtátok kiszámolni, hogy mennyire van szükség? Ránézésre. Tehát itt most egy hát 20 kiló paprika, 10 kiló paradicsom, 6 kiló vöröshagyma, meg ugye a kis szalonna, kolbász, lecsókolbász lesz. Akkor a hölgyek segítkeztek, te meg vagy a főszakács? Mindenféleképpen szertek, mert ugye ennyit nem lehet ennyi idő alatt elkészíteni. Úgyhogy ők vitték a nagyja részét, én csak össze szórom, és akkor lehet falni. Fontos, hogy milyen eredményt értek el? Nem. Itt mindig a részvétel a fontos. Ez a lényeg, köszönjük szépen! Köszönöm. Ilyen ez a mai nap. Eddig hogy tetszik? Jól. Mi az, ami a legjobb volt benne eddig? A kutyás játék. Részt vettetek? Te is ott voltál a kutyusok? Nem. És mi történt ott a kutyusoknál? Nagy ránk raktak jutalomfalatot, és lenyalták rólunk. Nem féltél? Nem. Mert ismerted egyébként ezeket a kutyafajták? Nem. Gyere, menjünk. Egy picit várjál, jársz, mikor hadd üttek. Hát akkor érezzétek jól magatokat. Jaj, bocsánat. Ki az, aki ide tartozik? Igen, ide kérünk egy... A gyerek. Gyerek lecsó. Ezt most nem mondjátok komoly. Mi csak a végén segítettünk. Ő nyilatkozik, csak szépen. Ezt a... Akármit a kezemről. Szépen, te hogy mi az ilyen? Hát figyelj csak, én most itt... Én most itt el vagyok ájulva. Ezt a lecsót, ezt komolyan mondod, hogy ti főztétek? Hát igen. Úgy nagyjából. Nagyjából, és de ez hogy jött? Otthon is szoktál segíteni? Hát nem, de most ugye, hogy főzni jöttünk, mi főztünk. És ezt most direkt ti szerettétek volna. A felnőttek főznek külön egyébként? Hát főztek egyet külön, igen. De ez a gyerek lecsó. Igen. Van-e valami fantázia neve a lecsónak? Mondjuk hajmáskéri lecsó, vagy először is honnan jöttetek? Hát hajmáskéri. Hát hajmáskériek vagytok, és van-e neve a lecsótoknak? Adtatok? Gyerek lecsó. Nagyszerű. Mi az, ami benne van ebbe a lecsóba? Hát van benne piros paprika, sárga paprika, egy kis füstölcsonka, ilyen pikáns kolbász. És te hány éves vagy? Én 11. 11 évesen te neki fogtál főzni. Igen. Megkavarod nekünk, megmutatod, hogy azért el is higgyük, hogy tényleg közöd van ahhoz a fakanálhoz. Persze. Eljössz velem? Honnan tanultad ezeket a dolgokat? Hát ugye már mindig voltunk a lecsófőzésen is onnan. És ellested a felnőttektől? Igen. És mindig is szeretted volna magad kipróbálni? Hát igen. Ki az, aki neked segít ebben, illetve ki a csapattársak, ha már gyerekekről van szó, gyerekek? Meg ott, hát most a csajok nincsenek, de a pesti csajok. Azt a mindenit, és unokatestvérek? Nem. Nem, tehát barátokkal vagy. Igen, barátok. Aha. És te mit szólsz ehhez? Te is szeretsz főzni, vagy csak támogatod itt a barátodat? Nem, szeretem, és a testvérem. A testvérem? Csak és akkor támogatjátok egymást. Igen. És mit gondolsz, fontos, hogy milyen helyezést értek el? Hát annyira nem. Inkább a részvétel a fontos, de amúgy igen. Azt a mindenit. Mert hogy te a futásban is részt vettél reggel. Igen.
És te? Én is. Te is. És miért volt ez fontos? Sportoltok egyébként? Én kézilabdázok, én megúszok. Úszol? Hát nagyszerű. Nagyon-nagyon megvagytok dicsérve, le a kalappal. Mi már 10 éve dolgozunk, de még gyermekversenyzőkkel nem találkoztunk, úgyhogy hajrá, hajrá, szurkolunk nektek. Jó, köszönjük. Ez a 9-es főzőhely. Igen, a 9-es főzőhely, a Let's Go csapat vagyunk. A Let's Go csapat, ez többször? Aha. Igen, csak mindig a párom szokott főzni, mert nekem van egy 2 éves kisbabám, és nem tudtam tőle sose részt venni, ötleteket mindig adtam, de még főzni én sosem tudtam. És akkor az idejében pedig nyíltak a kapuk, és... Igen, bocsánat, csak rá kell lesz. Nyugodtan, nyugodtan, mi az, amit különlegessége ennek a lecsónak? Ez egy török lecsó, az a hivatalos neve, hogy memet, 5 féle hús van benne, szalonnák, és 2 féle sajt és tojás. Azt a mindenit, honnan jött az ötlet? Hát mindig keresek az interneten, idén az Instagramon találtam rá erre a receptre. Kipróbáltad már otthon? Nem, vakon főzünk mindig. Hú, ez az első, akkor itt debütálsz. Igen, így szoktuk mindig. Nagyon jó családdal, barátokkal érkeztem. Férjem van itt, anyósom a gyerekek, de senki nincs itt pont. Aha. Hány főre számíthatok? Hát egy olyan 6. Vagy hogy? Hát az ételt, hogy tudtátok kiszámítani? Nagyjából igen, 6 főre, meg hát szerintem lesz bőven, bocsánat, belessek, mert lassan le kell kapcsolni. Csak nyugodtan, illetve nem is olyan nagyon nyugodtan. Olyan sok miatt, hogy szét ne essen. Van, mert még 20 perc múlva várjuk igen, az élket. Most csúszunk, én igen. Meg beleraktam a tojást. Jó, hát köszönöm szépen, mi zsűriként is szurkolunk nektek. Köszönjük szépen, köszönjük, sziasztok. Ide. Nem. Pálinkát is kell töltenem. Ja. Most éppen nem jókor vagyunk. Ez melyik csapat? Ez az a 4-es csapat, és a 3-asnak próbálunk felzárkózni, hogy megfelelődnéket érjenek el, de hát volt egy kis baklövés, és lehet, hogy pálinkát kell töltenem a szomszédasszonynak, hogy rendben legyünk. Mi volt a baklövés? Csúszásban vagytok, vagy mi volt? Valamit összekevertet? Sima liba, technikai probléma a tojásütésnél. Értem. Mi az, ami készül? Itt most éppen egy tükörtojáson csúsztunk el. Igen, de egyébként mi az, ami... Amúgy lecsó. Milyen hagyományos lecsó? Nálunk igen, a piroskáiknál nem tudok nyilatkozni az ő nevében. Nem hagyományos lecsó. Én hagyományos lecsóval nem jövök, azzal jön mindenki. Én megint csak a Kodály Zoltán kedvence, mivel hogy kórustag vagyok, akkor vissza a gyökerekhez, tehát Kodály Zoltán kedvencét készítettem el, csak most egy picit csavar lesz benne, mert hogy tükörtojással ette ő. A burgonya gombócok kész vannak, és le lesz turmixolva majd a elkészült lecsó, és az lesz a mártás a krumpli gombóchoz, és akkor lesz rajta egy tükörtojás, és pirított szalonakockák lesznek rajta díszítésképpen. Hűha, ez nagyon jól hangzik. Honnan jött az ötlet? Tehát ez a Kodály Zoltán ihlette a csapatot? Hát Kodály Zoltán kedvenc étele volt ez. És azért gondoltam, hogy ezzel fogok jönni, mert ilyet úgyse eszik senki. Itt szerintem Hajmáskéren. Nagyon szuper, így mi zsűriként is várjuk. Csapatnevet legyél kedves. Csapatnév, mondjál valamit, azzal nem készültünk. Azzal még nem készültünk. Mi a barátok vagyunk, de most éppen nem egy csapatban főzünk, hanem de egymás mellett főzünk természetesen, de nem egy csapatban. És ez így jó, hogy kooperáltok? Teljesen, ez a legjobb. Természetesen. Mert egyébként itt mindenki barát, tehát mi is, ők is, ott a csapat, tehát akinél akmi nincs, fokhagyma, kanál, merőkanál, itt mindenki minden cserél, hoz, víz, teljesen rendben van az így. De a máséban nem tesztek semmit, ugye? De, hogy nem. Súlytjiban nem. A szomszédék esetleg egy kis füstöt, meg pernye, meg stb., mert onnan fúj a szél, de az egy más műfajta. Az kell bele. Jó, a ti csapatnevetek? Mi nem tudom, hogy milyen csapatnéven, Don Kobe néven szoktunk indulni. Tartsuk meg a Don Kobe-t. Rendben van, és akkor ti? Hú, ezen még gondolkodni kell, majd mindjárt kitaláljuk. Rendben van. Csak 3-as csapat vagyunk. Jó, várjuk, köszönjük szépen. Ti vagytok a... Sziasztok, ti vagytok a... Mi vagyunk az ízlelők csapata. Hajmáskérről. Hajmáskérről, természetesen. Hagyományszerűen. Hagyományszerűen. Most majdnem azt mondtam, hogy natürlich, de hát ugye Magyarországon vagyunk, úgyhogy teljes mértékben egyetértek veled.
Mi az, amit főztök? Mi csak lecsót. Hagyományos lecsó? Hagyományos lecsót főzünk, minden extrásítunk semmit. Hagyományosan, ahogyan azt mi szeretjük. Ki a főszakács? Ketten itt a feleség. Ketten? Vagyis? Ketten? De hát kellett a segítség, igen, a csapatok részéről. És nagyon nagyszerű, ismét látom az egyenpólókat. Igen. Ami egy kicsit az összetartozást erősíti, igen. Ugye? Rokoni szinten is, meg csapat szinten is, tehát a mi csapatunk az rokoni csapat is, úgyhogy... Rokoni csapat, így van a család. Sógornőm, keresztlányom. Feleségem, meg az én kislányom, tehát itt a csapat együtt van. Amit itt most láttok, egy tojásos lecsó házi kolbásszal. Saját töltésű házi kolbásszal. És hogyha majd eljöttök, megkóstoljátok, jusson eszetekbe ennél finomabbat, soha nem tudtok enni, csak nálunk. Igen, a tavalyi évben is kóstoltunk nálatok. Szívvel lélekkel, nézzétek meg, itt a szív. A lelkünk meg itt van. Így van. Köszönjük. Nagyon édesek vagytok, és vidáman. A jó Isten tartsa meg a szokásatokat, kívánjuk. Nagyon jókat nektek is. Köszönjük szépen. Sziasztok. Hát jövünk ide is. Szép jó napot kívánunk. Melyik csapatot üdvözölhetjük? A Hősök lecsó Sarisnadrágba csapata vagyunk. Azt a mindenit, ezt a csapat nevet. Honnan jött ez a csapat név? Hát csak úgy kitaláltuk. Nagyon jó családdal tetszettek érkezni? Mi Solyból jöttünk az unokámmal, meg a keresztfiamékkal vagyunk együtt. Úgyhogy én hajmáskéri voltam, és így Solyha hajmáskér egyben van most. És így jó visszatérni, ugye, a szülőfaluja? Így igen. Mi az, amit főztek? Lecsót csináltunk, hát ugye a lecsó főzés volt. És mit található ebben a lecsóban? Virslit tettünk bele, egy kis krumplit, paprika, paradicsom, szalonna és a fűszerek. Milyen recept szerint? Hát amiatt szoktam régen otthon, vagy a házi saját receptünk szerint készített. Hát ez a jól bevált családi recept. Így igaz. Nagyon jó, nagyon, nagyon biztató. Mit gondol fontos, hogy milyen eredményt érnek el? Hát kapunk, na hogyan mondjam, díjadnak bennünket, örülünk, ha nem, akkor is már jó volt itt lenni. És ez a lényeg, így van. Lényeg, nem mindig az, hogy az ember nyárjen, meg mit tudom én, hanem az a részvétel, jó érzi magát, szórakozás, meg minden. Úgyhogy jobban ezért. Délutáni programokra maradnak-e? Hát egy kicsit elmegyünk haza átötözni, aztán jövünk vissza, igen. És akkor jönnek vissza, nagyon jó. Igen, jövünk vissza. Köszönjük szépen. Szívesen, máskor is. Melyik csapat? Szia, üdvözöllek! Kádártáért Egyesület, ismét itt vagyunk hajmáskérem, lecsófőző versenyem, úgyhogy a lecsón kész van, bent van mindenféle titkos recept, amit kérdeztek, úgyse fogom elmondani, azt meghagyom, mint tavaly is kérdeztétek, akkor sem mondtam el, tavaly első helyezést kaptunk, az idén nem gyúrunk az első helyezésre. Tehát nem szeretnétek címvédést? Átadjuk most az ittenieknek. A címvédést. Tehát akkor igazából nem a helyezés a lényeg, hanem... A csapat. A csapatom. Itt van a kis csapatom. Ők a lényegek. Úgyhogy ővelük együtt itt vagyunk. Jó, jól érezzük magunkat, iszunk, eszünk, táncolunk, mulatunk. Ennyi. Jó néhány hónappal ezelőtt találkoztunk. Mi történt azóta az egyesületetekben? Vannak-e programok, illetve hogy alakultak is életetek? Voltak, lesznek is. Tehát a következő programunk a szeptember 16-a születi felvonulás Kádártán. Hát igazából még képlékeny az ügy, hogy hogyan, miképp, merre, de rátott az biztos, hogy útba fog esni. Hát hajmáskéren is gondolkodunk, hogy átjövünk, de ezt még meg kell beszélnünk. Hogy vannak ebbe partnerek ugye a környező településekben? Igen, az itteni polgármesterem ma beszéltem, és ő is mondta, hogy nagyon jó lenne, és hát ők is ugye támogatnak ebbe bennünket, hogy jöjjünk át ide hajmáskérre. Meglátjuk, hogy majd a lovasok mit mondanak. Mi nagyon szívesen, de nem rajtunk múlik. Véleményed szerint miért fontos ez? Közösségépítés. Tehát régen, én emlékszem rá, amikor gyerekkoromban nagyon sok program volt a szülőfalunkban,
és én ezeket a programokat én szeretném, hogyha itt a közelebbi falvakba is meg tudnánk mutatni magunkat. Tehát Kádáton azért vannak ezek a rendezvények, mert ezeket mind hoztuk. Hoztuk magunkkal. Mindenki hozott ezt, azt, amazt, és akkor összeállt egy csapat, hogy mit csináljunk, hogy csináljuk, és megvalósítottuk. Igen, a közösségépítés az nagyon fontos, és azért látjuk, hogy ez maradjon is így, és továbbra is ilyen sikeresen tudjatok működni. Hát ha ilyen csapat lesz a hátunk mögött, akkor igen, akkor bízok, hogy sokáig fogjuk csinálni. Ezt köszönöm a csapattagoknak, tehát az egyesületi tagoknak, meg hát ugye jobbal kezeimnek, mindenkinek. Szívesen, Igor, én is köszönöm a munkádat Sicinek főleg, ő a jobb kezem, a Zsuzsi a bal kezem, a lányom meg mind a kettő. Elmondtam mindent. Köszönjük szépen, hogyha belekavarhatnánk az ételbe. Hát az a szíve, az, ott van a szívem. Ezek kis nagyon finom kis lecsó, tehát ez nem kolbászos lecsó, mert én szerintem az igazi lecsó az hagyma, paprika, paradicsom. A többi titkos belevalót azt nem árulom el, de tettem bele mást is. De az legyen az én titkom. Nagyon jó, köszönjük szépen, sikereket nektek! Köszönjük szépen! Ez mindig öröm az én szívemnek, hogyha a fiatalok nekifognak a főzésnek, és a hölgyek pedig segítettek? Hát mondhatni valamit. Úgy, ahogy tüzet raktak, összevágták itt a dolgokat. Igen, elmentek merőkanálért. Miért pont rád esett a választás? Szakmád esetleg? Szakács vagy? Nem, csak tanultam szakásra. Tanultál szakács, és szeretsz főzni? Úgy, ahogy igen. Fontos egyébként szerinted, hogyha bármit a konyhába, ha a konyhába beteszed a lábad, fontos, hogy szeressed ezt csinálni? Persze. Kell hozzá a szív és a lélek. Hogyne, igen. Szeretek enni, akkor már jót teszek. Ja, ez a titok nyitja, igen. Mi az, amit főztél, főztetek? Hát, mint mindenki lecsót. Milyen hagyományos lecsó, hagyományos recept alatt? Most persze. Kitől tanultad ezt a receptet? Csak csináltam. Csináltad úgy, úgy, ami rád ragadt az évek? De így érzésre fűszerezgettem, aztán ennyi. Otthon is szoktál egyébként főzni? Hát, most rá nem annyira elég ritkán, de amúgy igen. Ha alkalmad nyílik rá, akkor mindig. Akkor persze, egyértelműen. Család vagy baráti társasággal érkeztet? Ja, nem, én csak ide becsapódtam. Ja, tényleg, itt van anyám is. De amúgy igen, család, barátok. Igen, család, barát. És honnan? Inne Hajmáskéren. Hajmáskériek vagytok. Kedves Hajmáskériek. Oké, sikereket nektek. Köszike. Hát ide érkeztünk hozzátok. Itt mindenki kamera lázas, de egyébként azt elmondhatjuk a nézőknek, hogy ma délután ti fel fogtok lépni, úgyhogy ez is nagyon ritka az ilyen főzőversenyeken, hogy a fellépők is főznek. Hogy érzitek magatokat itt Hajmáskéren? Nagyon jól érezzük magunkat. És hát várjátok már a délutáni fellépést. Igen, igen. Voltatok már Hajmáskéren, léptetek már fel Hajmáskéren? Nem. Hát nőn akkor, de akkor közösen a Hajmáskériekkel. Meg amikor szüreti, vagy bornap, vagy nem tudom, valami ilyen volt. Szüret volt, bornap volt. És azt is elárulhatjuk a nézőknek, hogy melyik az a tánccsoport, amivel fel fogtok ma lépni. A Nóka Vinton? Igen. Nóka Vinton. Igen. Nagyon jó. Hát mi már nagyon-nagyon várjuk, mert mi többször láttunk már benneteket szerepelni, és az örömtáncot öröm nézni. Úgyhogy, és most azt megkérdezem, hogy mit főztetek? Mi a hagyományos lecsót? Úgyhogy semmi különleges nincsen. Szalonna meg debreceni kolbász, meg a szokásos. És egyébként szeretitek a lecsót? Igen, nagyon szeretjük. Ezt azért több formában is el lehet készíteni, ugye otthon leginkább mi az elterjedtebb, tojásos vagy tojás nélküli? Hát attól függ, ha reggelihez, akkor tojásos, de ebédhez, akkor véslivel, meg tarhonyával. Ó,
Hát micsoda praktikák, kérem szépen. Azt, hogyha elárulnátok nekem, illetve elárulnád nekem, hogyha tojásos lecsót készítünk, azt bele kell ütni nyersen a tojást, és úgy abban megfőzni, vagy külön megsütni a tojást, és úgy... Nem, bele és együtt, a legvégén beleütni és együtt megsütni. Ezek a receptek szülőktől ragadtak rád, vagy így az évek során a családban tapasztaltad? Évek során. Ki mit, ki hogy szereti. Évek során, igen. És ez így kialakul. Igen. Hát mi szurkolunk nektek. Mennyire fontos az, hogy milyen helyezést értek el? Hát igazából a részvétel a fontos, tehát mi nem győzni jöttünk, hanem igazából csak kettelésből, hogy együtt legyen a együtt legyünk lányok. Igazából ezt szeretnénk csak. Lényeg, mi pedig délután nagyon nagy szeretettel várjuk az őskői Nokavinton tánccsoportot. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük szépen! Nos, kérem szépen, ugye, mint mondtuk az előbb, elkészült. Kész a ranglista, és ez tényleg úgy kell elképzelni, egy olyanfajta ranglista, ami a mi ízlés világunknak fele meg. Lehet, hogyha más ült volna itt, akkor más lett volna. Igyekeztünk nagyon körültekintően ízlelni. Botor, neked mi volt a véleményed? Hát először is nagyon szépen megköszönöm mindenkinek a jelenlétét és a részvételét, és szeretném, a mai világban a köszönet elég kevés, úgyhogy szeretném megköszönni mindazon munkásoknak a melóját, akik miatt itt lehetünk, tehát akik napokon keresztül dolgoztak, hogy itt lehetünk. Másik pedig, hogy kicsit az ég felé fordulok, és akik föntről tekintenek ránk, akik már nincsenek köztünk, Dodi bácsi és a többiek, ők talán látnak minket, és úgy gondolják, hogy nagyon jó, hogy ilyen sokan összejöttünk, de sajnos még mindig kevesen. Lehetnénk sokkal többen, és sajnos azok nincsenek itt, akik mindig olyan hangokat mernek maguknak megengedni, hogy itt nincsen semmi. Tehát én azt üzenem nekik, hogy itt igenis nagyon jó emberek jöttek össze, ezek az emberek beszélgettek egymással. A Tápival is pont arról beszéltünk, hogy milyen jó az öregekkel találkozni, akik még közöttünk vannak. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény elérte a célját. Sokan vagyunk itt, együtt vagyunk, és úgy gondolom, hogy mindenki megérdemel egy nagy tapsot. Érdekes volt a zsűrizés, mert ez nagyon nehéz, főleg mikor már 16. lecsót kóstoltuk, elég kemény volt, de nekem a irányvonalam az volt, hogy azt az ízt kerestem a lecsóba, amit talán gyerekkoromban éreztem, ami nagyon kevés zsíradékkal, a paprika paradicsom íze ott volt, és kicsit roppanos volt. Én ezt kerestem, a Lajos más keresett, és ezért jó, hogy pontoztunk. Mondjuk olyan nagy különbség nem volt, tehát olyan nem volt, hogy mondjuk ő 10 pontot adott, én meg egyet. Mindenkinek tudok gratulálni, és azért is főleg, mert láttunk egy-két olyan különleges lecsót, ami azt mutatta számomra, hogy igenis ezeket a lecsókat otthon egy pár ember lefőzte előtte, megcsinálta, odafigyelt rá, hogy mégis mi a jó. Tehát ettünk török lecsót, ettünk szerb lecsót, akkor ettünk egy ilyen turmixolt újragondolást, ami mind különleges, finom, és az a tök jó az egészben, hogy vannak ezek a főzőműsorok, mindenki azt kuksizza, és akkor egy-két dolgot abból elcsenünk, ezért vagyunk nem egyformák, hanem mások, hogy mindenki a saját profilja szerint csenél ezeket a kis trükköket. Na hát akkor úgy gondolom, hogy akkor hajrá! Köszönöm a szót, köszönjük Botonnak is. Hát akkor kezdenénk a külön díjakkal. Igen, a tapsot megvárjuk. Mi Botonnak szót. Igen. Kezdeném a külön díjakkal. Tényleg nem volt egyszerű dolga a zsűrinek, de már nem sírunk ezen, hanem mondjuk a frankót. Az első külön díj azt a Gamer Lecsó nyerte, ugyanis gyermek kategóriában nem indítottunk versenyt, de viszont ezek az apró gyermekek, a szándék, az akarat, úgyhogy szívből gratulálunk nektek. És hát a küllem sem egy utolsó, mert cipóban tálalták
Úgyhogy nagyon-nagyon ügyesek voltatok. Így van, ők készítették. A következő külön díj, az pedig a Csalogányok csapatának jár. Kodály Zoltán kedvencét készítették el. És hozzáteszik, hogy egy külön díjjal készültünk volna, de aztán három külön díj lett a végére. Tehát ilyen szoros volt a verseny. Gratulálunk! És hát van egy harmadik külön díjunk is, nem bírtuk ki, hogy ne hagyunk. Nem más, pedig a Let's Go, a török Lecsó, a Mehmet alkotású Lecsó, a külön díjas. Szeretettel gratulálunk nekik is. Aki készítette, most hallom, hogy hazament gyermeket altatni. Hosszú idő után egyébként elmondta nekünk kamerában, hogy most van lehetőség a pici gyermektől főzni, úgyhogy emlékezetes maradt számára. Ki jött főzni, és vitt egy külön díjat. Így van. Mit kell csinálni? Hát akkor következzen a 2023-as év harmadik helyezettje. Aki nem más, mint a Közösség Kádáltáért Egyesület hagyományos lecsója, tehát a harmadik helyezett. Szeretettel gratulálunk kádártaiaknak. Így van, egy nagy tapsot neki, tehát a Hajbáskéri lecsófőző verseny harmadik helyezettje. És hát, hogyha jól tudom, akkor a Vándorkupát érkeztettétek Hajbáskérre, úgyhogy ezt majd átadhatjátok majd az első helyezettnek. Így van, szívből gratulálunk Kádártának. Hát a második helyezett következik, aki nem más, mint az Öskői ötös vagánycsajok. Gratulálunk! Vagánycsajok, vagányul idejön. Róluk egyébként azt lehet még tudni, hogy a délutáni színpadon láthatjuk őket, a No Kavinton tánccsoport, tisztelhetjük bennük, és nagyon nagyszerű, hogy itt főztek ma Hajmestéren. Gratulálunk! Gratulálunk nektek! És hát... Egy közös képre azért itt kéne maradni. Kavinton, No Kavinton. Hogy az ötös magán. Itt kéne maradni egy közös képre. Ne húzzuk az időt, az első helyezett következik. Tehát a lecsófőző első helyezettje az idei évben. A Hajmáskéri lecsófőző első helyezettje. Most tudja. 2023-ban nem más, mint... A falusi rettenet a lecsó gazdagon költeményével. Gratulálunk nekik. Fáradjatok ki a díjért. Falusi rettenet. A falusi rettenet. Így van. Ugye egymás mellett volt. Egymás mellett is, nem lehet. Nagyon szépen. Köszönöm. Ott a Vándorkupa. Tessék átvenni a Vándorkupát a tavalyi győztestől. Szia! Jövőre vissza kell hozni. Így van, épp azt akartam mondani, hogy az azt is jelenti, hogy jövőre vissza kell ezzel jönni. Tehát a főzőversenyre jelentkezik el. Gratulálunk! És egy közös képe itt kéne maradni szintén. Hát akkor köszönjük szépen minden versenyző csapatnak a részvételt. Így van, mert mindenki nyert, mert ezt egyébként mindenki elmondta, mindenkinél, akinél ott voltunk kamerával, mindenki elmondta, hogy igazából nem nyerni jött. Ugye? De mindenki nyert egy kicsit, mert itt lehetett egy ilyen jó közösségbe. Jól érezte magát. Csodálatos napon. Nagy tapsot megérdemelnek a versenyzők. Mindenkinek szóljon a taps, aki a mai napon főzött. Köszönjük szépen. És hát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk vissza a délutáni programokra, mert hogy nem ért véget ez a mai nap, úgyhogy egy kicsit felfrissülhetnek, aki közelben lakik, az haza tud menni felfrissülni, vagy nem kitartóan így maradni, de délután találkozunk. És majd el fogjuk mondani a programokat. Hát miért is vagyunk ma itt? Mert hajma nap van, tudjuk. Hajma nap, így van, bizony eltelt megint egy év, ugye? Ez azért így gyorsan megy. Igen, és jó időnk volt. Tavaly hogy fújt a szél? Tavaly. Így konferáltunk, ilyen 45 fokba beálltunk, és akkor valahogy lehetett konferálni. Na de a lényeg, hogy már itt vannak mögöttünk,
bizony. Ezek a gyermekek, a felnőttek, bár most felnőttet pont nem látok. Előbb ott ült egy. Meg vagy tréfálva, drága jó Lajosom. Hát akkor a Segway Dance mozgáscsoport bemutatkozója következik, bár már voltak ők a Hajmáskéri színpadon. A Veszprémi városrészben Gyulafirátóton működik a Segway Dance mozgáscsoport. A Segway kerekes járművei nagyon divatossá váltak az elmúlt években. Az újonnan alakult csoportban lehetőség nyílik a hoverboard megismerésére és a biztonságos használatra. A bátrabbak, elszántabbak csodálatos trükköket, mozdulatokat tanulhatnak meg. Jelenleg 14 taggal működnek, de bármikor lehet hozzájuk csatlakozni. Hogy ide nézek ki oldalra, és hogyha készen állnak a fellépők, akkor igen, azt gondolom, hogy igen, konferálhatjuk őket. Tehát, hölgyeim és uraim, a Vadgesztenye Népdalkör, ők helyiek, mint ahogy mondtam, Tóth László vezetésével. Fogadjuk őket nagyon-nagyon sok szeretettel. Egy nagy taps nekik! Tisztelettel köszöntöm kedves mindannyiukat, szeretném elmondani, hogy két kis dalcsokrot nyújtanánk át önöknek, egy Szeged környékén gyűjtött dalokat és egy szentesi dalcsokrot. Köszönjük, hogy ránk figyelnek és meghallgatnak bennünket. Nagyon szépen köszönjük a Vadgesztenye Népdalkörnek. Igen, innen is egy nagy taps nekik. A
Aztán van ott a másik oldalon csavart fagy, kievett utoljára fagy, csavart fagy. Itt nekem úgy kikerült az életemből, aztán idén-nyáron keressük azokat a helyeket, ahol csavart fagyit lehet kapni. És ez itteni nagyon finom, mi megkóstoltuk. Pofátlanul kértünk egyet, na ez van. Innen is üdvözöljük őket. Ahhoz majd megyünk, fizetjük. És, így van, megyünk, fizetjük. Üdítőt, sört, meg mindenféle szintén földi jót lehet fogyasztani. De most... Pontosan. És hát már itt állnak mögöttünk. Bizony, bizony, és olyan szépek. Én most ide állok, és gyönyör. És nem csak, hogy szépek, hanem nagyon-nagyon ügyesek, mert őket nem első ízben látjuk itt a színpadon, és nem csak ezen a színpadon. A Vadgalam néptánc csoport és a Gerlice gyermek csoport következik. Vendégtáncosaik a Várpalotai Cseregő néptánc együttes táncosai, illetve Dékmár Szabolcs és Dékmár Győző lesznek. Az első tánc a Kalutaszegi legényes lesz. Csárdás és Szapora. A második Imregi táncok. A harmadik Szilágysági táncok. A negyedik most készült el, itt fog debütálni a Bokonyi táncok. Aztán a bukovinai táncok következnek, hát nagyon színes a paletta a néptánchoz képest, úgyhogy izgalommal telve várjuk őket, fogadjuk nagyon-nagyon sok szeretettel. És ösztönözzük őket jó nagy tapssal! Igen!
néptánc csoportnak és a Gerlicéknek, Dékmárné Forgás Zsuzsi vezetésével láthattuk a néptánc csoportot. És van egy korrigálásunk, mert nem Dékmán Győző, hanem Dékmán Gergő. 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 Igen, úgyhogy elnézést kérünk, akkor most korrigáltunk. Nem Gergőt mondta? Ó, be kéne vennem a kavintonomat. A kavintonomat be kéne vennem, ugye az mi az a kavinton, amit hát, elfelejtek mindig bevenni? Igen, arról lehet szó, csak arról lehet szó. Azért aktuális ez a téma, kérem szépen, mert nem más lesz mindjárt a színpadon, mint az őskői. No Kavinton tánccsoport. A tánccsoport 2021 őszén alakult a Szabadidőklub tagjaiból. Mottójuk No Kavinton. Heti egy alkalommal találkoznak az őskői IKST-ben. A táncok elsajátításához nincs szükség előzetes tánctudásra, sem partnerre. Az alaplépések kíméletesek az izmok, ízületek számára. A mini koreográfiák kiváló memória és orientációs gyakorlatok kellemes muzsikára. Ez a mozgásforma öröm és attorna egyben. A lényeg nem a hibátlan kivitelezés, hanem hogy hozzájáruljanak testi, lelki felüldülésükhöz, egészségük megőrzéséhez. Szívesen fogadnak új tagokat is. A mai menü tangó, diszkótánc és körtánc részletek. László Ági vezetésével fogadjuk őket nagyon sok szeretettel. És sok tapsal, és elmondom, nem hallják. Nagyon édesek, úgyhogy tényleg, amikor felérnek ide a színpadon, nagyon nagy tapsal fogadjuk őket. Să iubească-n luna. Și eu nu am ce să-i
kik léptek fel előbb? Hát nem vette be édesjó Lajosom a kavintót. Az volt a baj. Nekik biztos nincs rá szükségük, és értem most már az összefüggést. Igen? Mert hogyha, igen, mert azt mondom, ha a test meg a lélek együtt mozog, és náluk együtt mozgott, akkor no kavinton, ugye? Nem tudom, hogy elmesélhetjük-e azt a sztorit, hogy jártunk nemrégiben egy bortúrán, Öskün, az Öskünyi hegyekben, szőlőhegyekben, és ők is részt vettek ezen a túrán, és kiderült csak, hogy az egyik boros pincénél csak úgy táncra perdültek, úgyhogy bizton állíthatom, hogy szívből, lélekből csinálják ezt, amit csinálnak. Köszönjük nekik még egyszer. Zsadon Andrea, Jászai Mari díjas színésznő, operaénekesnő, és Szolnoki Tibor, Jászai Mari díjas színművész, énekes látogatott el ma hozzánk. Fogadjuk a művészházaspárt nagyon-nagyon sok szeretettel. Néhány percet még kérünk, és aztán következzenek ők a színpadon. Mi már nagyon várjuk. Így van, és amikor itt megjelennek a lépcsőnél, akkor arra kérnénk mindenkit, hogy igen nagy tapssal fogadjuk őket, jó? Mert ez nagyon jól működött. Múltkor voltunk, képzeljük el, egy falunapon, és már lehet, hogy nem szerettek engem, mert mindenkitől azt kértem, hogy tapsoljunk, és tapsos ember föl. Igen, fájtott, így van. Ez nem máshol volt egyébként, mint Sólyon. De hogy tényleg, amikor megjönnek, akkor igen nagy tapssal, mi itt fogunk tapsolni nagyon. Pontosan. Fogyasszanak ételt, italt, beszélgessenek addig is, használják ki ezt a néhány percet rég nem látott rokonokkal, barátokkal, talán a szomszédokkal. A szomszéddal is ki lehet békülni, egy ilyen alkalom kiváló erre. Miért van, aki össze van veszve? Nem mondjon már ilyet, édes Lajosom. Biztos, hogy van olyan, hát ne vicceljen már. Mondják, hogy rossz szomszédság török átok. Ugye ez a szép mondás, nyilván valahonnan ez jött. De bízunk benne, hogy itt nincs ilyen hajmáskéren. Van ilyen egyébként? Tegye fel a kezét, aki nincs jobban a szomszéddal. Na, nincs benkéz, mondtam, hogy nincs ilyen. Ki olyan bátor felvállalja? Én nem vagyok jobban a szomszéddal. Ott egy úriember. Ott, ő nem idevaló, nem hajmást kéri. Azért vállalta be. Nyilván, hogyha valaki hajmást kéri, hát a fene sem akar otthon konfrontálódni. Te feltetted a kezedet, Bélám, ugye? Az azért annyira nem finom dolog, aztán még ez a harag elmérgesedik, aztán az aztán tényleg nem jó. Jó, akkor várjuk. Beszélgessünk, töltsük el ezt a néhány pillanatot. Itt vannak már? Hűha. Ott vagyunk már. Itt vannak már. Itt vannak hátul, és hát akkor hölgyeim és uraim, Hajmáskér színpadán Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor. Nagy tapsot nekik! Kezüket csókolom, jó napot kívánok, szeretem! Szüret előtt már nincs elég idő, hát szüret után lesz az esküvő. Hát ott érzem jól magam!
Köszönjük szépen! Ez nem vicc, ez mámor, ez izi, ez ámor már itt van és áldozatra vár. Becsület szavamra meg vagyok zavarva, a szívem az érem oda jár. Persze, hogy meg, hát ilyen férfi, mint én. Jaj, nem azért mondom, nem itt a zenéktől, az előadástól. Azért az nekem lejött, hogy azért
jó az, hogyha a férfi a háznál, nem? A férfi a háznál, a férfi a háznál. Igen, igen. Jó. A hajmeskéri szélrózsák következnek most, tisztelt hölgyeim és uraim, és hát jól meg kellett a tér. Jól érzik magukat? Igen! Jól! Oké, de a bólogatás az nem hallatik. Igen, egyébként... Tehát, jól érzik magukat? Igen! Na, ez már beszéd, ez már valami. Ott hátul egyébként bent a sátorba figyelgettem, mert ott nagyon elbújnak, de nagyon-nagyon komolyan tombolás volt ott bent, tényleg. Úgyhogy megvan ott, itt velem szembe ott a padokon ülnek, ott igen-igen lehetett látni, hogy így ott van most is integet az úr. És nyugodtan közelebb is lehet jönni. Így van, de hát nyilván a nap elől bújtak el, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ennyien lettünk. Bizony, bizony, és nem is húzzuk tovább az időt, mert a hajmáskéri szélrózsák már itt várakoznak a színpad mellett. A csoport egy éve alakult, többnyire hajmáskéri lakosokból, de vannak őskülyek is, és egy belmírai lakos. Innen a név több helyről fújta őket össze a szél. Elsősorban a maguk örömére táncolnak, a mozgással karban tartják a testi egészségüket, a lépések megjegyzésével a memóriájukat, és persze a sok-sok nevetéssel mentális egészségüket. A mai összeállítás egy kis country, egy kis Charleston és diszkótánc egyvelet. Fogadjuk őket nagyon sok szeretettel. Igen, nagy tapsot neki! Maldito.
részek voltak. Így van, és még tapsok, mert hallják, szoktuk volt mondani. És egyébként, amikor néztem őket, az jutott eszembe, hogy kicsit ilyen irigykedek. De tényleg, hogy, igen? Hogy az ember átlépi tényleg az a saját intim szféráját, és nem akarok ebben nagyon belemenni, de hogy bármi jó lehet, és mindenki, még akkor is, hogyha egy kicsit nehezebben megy a tánc, de olyan mosoly, olyan örömmel csinálják, mindent megfest, nagyon jó, jó volt látni őket, zseniális ügyesek volt, ugye? Voltam. Így van. Így van. És hát a következő fellépő, Kozma Orsi, sokunk kedvence lehet. Az enyém mindenképpen, a hangja elvarázsol és a munkássága. Az igen sokoldalú tevékeny színművész és énekesnő karrierjét színházban, filmben is nyomon követhettük már. A Jazz meg az, a Cotton Club Singers is ezekben a zenekarokban jeleskedett, csak úgy, mint szóló karrierjében. Manapság a Kozma Orsi Quartet zenekarával jazz műfajban színesíti az énekesnő a palettáját. Ma pedig egy vidám, popos, hangulatú összeállítással érkezett hozzánk Orsi. Fogadjuk őt igen nagyon nagy szeretettel. Tehát színpadon Kozma Orsi, és már itt vár, úgyhogy igen nagy tapsal kérjük fel. És egy kis taps, aki éppen nem eszik, vagy iszik. Ez az! Fish in the sea, you know how I feel. We were running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Butterflies are having fun, you know what I mean, don't you know? Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, you know what I mean. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. And I'm feeling good, I'm feeling good. Kicsit fúros a hatton a érzelem, na de kit érdekel, hát engem nem. Hét és sárca a villamos, hé, miért nem vagy velem az ágyban most? És jönnek a fúvosok, taps! Gyerünk! Még rám, hogy a válsz, pedig meg is sukott már. Még egy perc, kérlek velem, nézel rá. Csinál refrén! Fogd meg!
És köszönjél a családodnak és a barátoknak. Köszönjd őket innen a Hajmáskéri színpad. Sziasztok! Köszönjük szépen Zolinak. És hát szia! Hát téged hogy hívnak? Lüdecki Kitti Léna. Hát nagyon-nagyon ügyes vagy, hogy feljöttél. Milyen kis villogó nyuszi füled van. Te Hajmáskéri vagy-e? Vagy honnan érkeztél? Hajmáskéri vagyok. Hogy más kérni, ha egy szülőkkel jöttél, barátokkal, rokonokkal? Apával és anyával. Szeretnél-e nekik üzenni innen a színpadról, most megteheted? Szia, apa, szia, anya! Nagyszerű, nagyon-nagyon ügyes voltál. Köszönjük azt, neked. Azt még mondd meg, hogy hány éves vagy? Hat. Hat éves hős. És te egyébként szeretsz énekelni? Igen. Szeretsz énekelni? Van-e valami dal, amit el tudsz itt nekünk most énekelni? Úgy, mint Orsi néni. Tudsz énekelni? Igen? Szeretnél? Odaadom a mikrofon, tessék. Régóta üles ez a szinte, neked odaadom. Nem törjük össze ilyen szeptelelő fiatalom. Nem hittem anyának, te tudtam, mindig igazad volt. Nekem ő a barát, a fény is a bizalom. Régóta üles ez a szinte, neked odaadom. Nem törjük össze ilyen szeptelelő fiatalom. Nem hittem anyának, de tudtam, mindig igaza volt. Nekem ő a barát, a fény is a bizalom. Azt a 700-át! Nincsenek szava! Nincsenek szava! Úristen, megöndeni, de hajoljának, ez a taps mindeket szól! Így van, hátvegy is állunk! Házsanyáim és uraim, szerintem Siposár Tamásnak nem tudom, hogy volt-e már ilyen előénekese. Hát nagyszerű, hát köszönjük szépen neked, és gratulálunk ehhez. Segítek lemenni a színpadról. Hát igen, nagy tapsot neki. Na, szóval lejöttünk a színpadról, és keresünk bátor vállalkozókat, akik üzenhetnek apának, anyának, rokonoknak, testvéreknek, gyerekeknek, szomszédoknak. Csenge, üzensz valamit? Mondd, szia! Szia! Csenge, szia! Csenge, mondjál valamit! Köszönjél! A Csenge a nézésével üzen. Én már érzem, hogy nagyon-nagyon nehéz dolga lesz majd az ő férjének, majd ha eléri azt a kort, mert az a nézés, ahogy nézett rám, egyből azt gondoltam, hogy nekem itt nincs dolgom. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm. És ugyanezt tesszük. Te üzelsz valamit? Majd mondd, szia! Mondja. Csak annyit mondjál, hogy szia! Csokolom, milyen a buli? Nagyon jó, szuper! Ugye, mondtam én. Nagyon jó, köszönjük szépen! Nagyon jó eddig, én nagyon érzem. Hogy érzi magát? Tökéletesen, nagyon jó! Jó, ön? Jó. Akkor elárulok egy titkot nektek, az van, hogy nekem nem volt trabantom sose. Ez nem azt jelenti, hogy trabantos kalandom nem volt, mert nagyon is volt trabantos kalandom. Elmondom, hogy hogy volt. Úgy volt, hogy volt egy csajom még a 80-as években, egy borsodi település állatorvosának a lánya. És mi nyárra bevállaltunk olyat, hogy tyúkoltás. Tyúkoltás, értitek? Tyúkoltás. És akkor minden nap trabanttal mentünk, az apuka trabantjával mentünk tyúkot oltani, és akkor a tyúkoltás közben alatt véget azért történt más is, tehát a trabant azért maximálisan tesztelve volt nyilván. És milyen kicsiket napobírek? Hát figyelj, akkor még soványabbak voltunk. Még soványabbak voltunk, de figyelj, a trabant egészen szellős, tehát két embernek egészen kiváló. Na most, úgy hallottam, hogy itt Hajmáskéren nagyon szeretitek a nedvességet. Igen.
Az lehet ugye kétértelmű is. Egyrészt ugye közel van a szabadsrand, elég közel van. Na, a másik pedig, hogy azért az se baj, hogy az ember belülről megkeni magát egy kicsit a jó hangulat véget. Iszik ezt-azt esetleg, az nem olyan nagy probléma. Azért, hogy összeálljon a kép mindenféle szempontból, tehát a szabadstrandon, mondjuk egy picit spicces állapotban a legjobb bulikat lehet elkövetni, vonatkoztassunk el attól, hogy most este van és nem a strandon vagyunk, de képzeletben ellátogathatunk oda. Úgyhogy mehet az első nóta, buli volt, buli lesz. És ha minden igaz, akkor buli van. Hello! És én nagyon szeretném azt kérni tőletek, srácok, ha tegeződhetünk, hogy hát próbáljatok nekem segíteni, többféleképpen lehetne, például a kezeink által. Én látom, ez az élmúj, ez itt nagyon benne van a bugiba. Ugye? A bugi meg a lábasban is benne van. Aztán aki ismeri a szöveget, nyugodtan tartson vele! Hát ne fogjátok vissza magatokat semmiképpen. Hogy is van? Figyelj! Hadom! Hadom! Alig, hogy kigugott reggel a dáj, felizzott bennem a régi vágy. Kéne egy buli, egy honóriás, amiért nem csinál, hogy senki más. Hát vettem a telefont, hogy tárcsáltam, az összes haveromat felhívtam, igazán írták csátok az ötletet, s mondták a további címeket, neveket. Fantasztikus, hogy terjed a hír, nem kellett állni, csak levél papír. Télben ott állt a bérház előtt, néhány autó vagy negyvel. Elindult a nagy kocsikaraván, a gáz a cél, azt mondtam lazán. Senki nem tudta becsapni magát, mindenki hozott fürdőruhát. Buli van a parton, a szabadstrandon, velünk együtt dobbal a nyár. Buli a vízben, és fenn a stége, szállt a tegységi, pedig egy I'm
hogy jött nézd rám kiveles. Nézd rám, soha nem leszek ezredes. De nem is magyar, aki nem búsul. Nem fúj, úgyhogy teljesen ilyen bulik
kompatibilis. Buli kompatibilis az időjárás. Nem se hallottam még, így buli kompatibilis az időjárás. Már várom, hogy valamelyik nagy televízióba így fogja bemondani az időjárás, buli kompatibilis. Mindig buli kompatibilis, így van, de jó, tetszik. Jó van, drága, jó Lajosom, ne gyógyulódjon bele. Abszolút, persze, mert mernék ki gyógyulódni magával? Hát együtt megyünk haza egy autóba. Ja, igen? Hogy? Ja, nem. Mert hogy mi Csesznekről érkeztünk, mi voltunk az útirány.hu és a Bakonyi Hírek. Nagyon-nagyon köszönjük nektek és mindenkinek ezt a csodálatos napot, mert hogy reggel óta mi már itt vagyunk. Egy nagyszerű főzőversenyt volt szerencsénk levezényelni és veletek együtt átélni. Sok-sok lecsónkozott. Igen, és igen, nagy köszönet a Hajmeskér önkormányzatnak. Köszönjük hogy ezt a... szépen a meghívást és a felkérést, nagyon megtisztelő volt. Hogy ezt a jó műsort, ezt a jó összeállítást itt prezentálna nektek. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy milyen világ van, tehát szerintem tökéletes volt. Így van. A Síposebb Tamás meg feltette erre az egészre a koronát. Hogy is mondják ezt? A habra, a tejszín habra, a megyet. Így szerintem, van, így van, szerintem ez pontosan így történt. Mi búcsúzunk tőletek, köszönjük, hogy itt lehettünk veletek. Bízunk benne, hogy jövőre találkozunk. Érezzétek jól magatokat, bulizzatok egy jó nagyot, gőzöljétek ki ezeket a szürke hétköznapokat, de reméljük, hogy nincsenek szürke hétköznapjaitok. Köszönjük még egyszer, hogy veletek lehetünk. További jó. A taps az nem maradhat ki. Taps jár a hangtechnikusoknak, akik itt az egész estét végig. Igen, nagy szakértelemmel. Úgyhogy a Bakony hang volt itt hangtechnikával, illetve lesz itt még hajnali kettőig. Így és taps az előadóknak, taps az önkormányzatnak. És egy nagy taps magatoknak! Halljuk ezt a nagy tapsot magatoknak! Így van, így van. És aztán egy nagy taps a következő fellépőknek, akik még itt 4 órán keresztül. A koktélben neki is DJ Jásznak. Úgyhogy jó bulit nektek, köszönjük, hogy itt lehetünk veletek. Sziasztok! Sziasztok! Szia Hajmáskér!